1982 per 43. Vakok és gyengéllátók országos szövetsége hangos könyvtár. 407-es. Rejtő Jenő, P. Havard, a három testőr Afrikában. Felolvassa Varga T. József. Első tekercs, első sáv. Első fejezet. Négy különböző nemzetiség képviselője volt az asztalnál. Egy amerikai gyalogos, egy francia őrvezető, egy angol géppuskás és egy orosz hússaláta. A gyalogos, az őrvezető és a géppuskás a padon foglaltak helyet, a hússaláta az asztalon egy tálban. Idő délután 7 óra. Színhely, Afrika, Rahmár, egy távoli eldugott garnizon a Szahara valamelyik oázisában, ahol néhány ott felejtett légionista és egy pár nyomorult arab tengődik. Személyek személytelenek. Történik semmi. Rahmár oázis legfeltűnőbb jellegzetessége, hogy a legkevésbé feltűnő, legkisebb mértékben sem jellegzetes oázis Afrikában. Középpontja egy vályogfallal körülvett katonai tábor, amit a szaknyelv minden alap nélkül pusztán szokásból erődnek nevez. Az erőd ellenálló képességéről fogalmat adhat egy nemrég lejátszódott esemény, amikor egy részeg káplár dühösen a falba rúgott és súlyos sérüléssel a kórházba szállították, mert az egyik lőrés a fejére esett. De ilyesmit mégis erődnek hívnak, és számmal is ellátják. Ez az erőd a 72-es számú volt a Szahara hasonló építményeinek sorában. A kőfal mögött egy törzsépület, nyers téglából épült földszintes kis ház, és két legénységi barak. A barakban katonák, a katonákban fásult letargia az álmosító forróságtól, és az egyhangú a múló napoktól. Vagy 50 pálma veszi körül az erődöt. Poros, tikkat, félholt, hosszú fák, és tetejükben egy-két kedély beteg majomtén fereg. Ezek szívesen elköltöznének dúsabb tájakra, de nem tudják, hogy kerültek ide. A pálmák között 8-10 duárnak nevezett sárputri ismeretlen céllal, mert a benszülött ház tulajdonosok évekig nem mennek be az ajtón. Viszont az ajtó elől sem mozdulnak. Hová mennének a forró oázisban? Vagy mit csinálnának benne a kunyhóban? Igaz, végeredményben az sem világos, hogy mit keresnek ezek az arabok a kunyhó előtt, ahol üldögélnek, tehát egy oázis nem arra való, hogy minden mozzanatában megfeleljen valamiféle okszerűségnek. A benszülöttek tehát a kunyhó előtt esznek, isznak, alszanak és unatkoznak. Mit is keresnének benne a duárban? Egy horpat fazék, néhány törött holmi, egy rothadt gyékény és más efféle található ott, a döngölt földpadlón. Ezen felül néhány ezer légy. Ezeket nem szükséges felkeresni, és a kecske az kijön magától is, ha megéhezik. A Rahmár oázis központja a Grand Hotel. Eltérően a hasonnevű európai intézményektől a Rahmári Grand Hotel ócska kis bódé volt. Tulajdonosa egy félszemű rabló, aki annak rendje és módja szerint kitöltötte 10 éves fegyházbüntetését, majd szorgalmas működésének gyümölcséből letelepedett itt, mint vendéglős. A Timbuktu felé haladó karavánok, átutazó vadásztársaságok jelentették a nagy jövedelmet, az oázis két arab csendőre és a 100 fő körüli helyőrség az állandó üzletmenetet. A Grand Hotel, mint a neve is mutatja, a nagyvilági élet úri illúzióját hozta el a Szaharába. A félszoros deszkafalat ugyan átrágta mindenféle féreg, a vályogragaszték és a pofapadok sem emlékeztettek a hasonnevű európai intézményekre, na de rádió készüléke volt, szinte két havonta új napilapok érkeztek, és Leila, az arab démon, táncokat lejtett. Ezt a műsorszámot kissé népszerűtlenné tette az a közismert tény, hogy Leila, az arab démon, 50. életévét már régebben betöltötte. A kor és egy ideges benszülött zsebkése mély nyomokat hagyott az arcán. Így aztán Leila, az arab démon, alig táncolt, és a szórakozást illetően leginkább arra szorítkozott, hogy egy tambura-szerű irhával bevont ütőhangszert ütögetett. Ezt is csak addig, amíg a vendégek határozott állásfoglalása nem kényszerítette hallgatásra. Ilyenkor egy távoli sarokba húzódott,
és démoni érzékenységében megsértve, szomorúan pipázott. Este segített a sérülteket kötéssel ellátni. Általában légionáriusok tartózkodtak a Grand Hotelben, akik kockáztak, ittak vagy levelet írtak, némelyik a fegyver és a szíjazat tisztítását is itt végezte, de este felé verekedés volt. Ez a programpont nem maradhatott el, úgyhogy egy elmés légionárius, aki a festőművészeti pályáról került ide, új cégtáblát készített, amit a tulajdonos meghagyott az ajtón. Ez állt rajta. Grand Hotel. 5 órai gabonapálinka. Esténként az úri közönség verekszik. Kitűnő széklábak, megbízható elsősegély, belépés díjtalan, kilépés bizonytalan. Az asztalnál időző 3 különböző nemzetiség, ha leszámítjuk az orosz hússalátát, komolyan tanácskozott. Már kora délután óta itt ültek együtt, igen halkan beszélgettek, és ha arra jött a tulajdonos, akkor hirtelen elhallgattak. A félszemű rabló, akit elévült körözvények alapján Brigeron néven ismertek, mint vendéglős hiú volt szakás tudományára, és most ott settenkedett a 3 katona körül, akik a hússalátát rendelték. Mert hiába a légió furcsa hely, ahol nem egyszer urak is megfordultak, már nem csoda, ha ilyen finom ételt rendelnek. De Brigeron úgy érezte, hogy kitett magáért. A vendégek elismerésüket fejezték ki. A hússaláta egészen kitűnő volt, és ezen az sem változtatott, hogy végül egy igazán csak kevéssé használt lámpa beletleltek benne. A francia őszinte köszönetet mondott a tulajdonosnak a kitűnő ételért, amikor átadta a petróleum szívó belet. A tulajdonos örült a dicséretnek, és megköszönte a lámpabelet, amit már elveszettnek hitt, és igazán nem könnyű errefelé beszerezni az ilyen holmit. Nagyon finoman készíti az ételeket, barátom, mondta az angol. Uram, felelte szerényen Brigeron, a félszemű rabló, Levinnél tanultam a szakácsmesterséget. Ez sokszor hangoztatta, és büszke volt rá. Senki sem tudta, hogy hol lehet ennek a nevezetes, előkelő Levinnek a vendéglője, de a Grand Hotel tulajdonosa olyan büszke pirulással mondta, és olyan nagy erejű ember volt, hogy nem mertek közelebbi adatot kérdezni tőle Levint illetően. Feltehető, hogy ez esetben jogos felháborodása nem ismerne határt, és pofon ütni az illetőt. Különben mindenki szégyelte kissé, hogy nem ismeri Levint, akinél Brigeron főzni tanult. Ezért úgy tettek, mintha jól ismernék. Egy káplár azt is mondta már, amikor a kantin főztjét dicsérte, ilyet eddig csak Levinnél ettem. Valószínű volt, hogy szégyen egy ilyen vendéglős nem ismerni, aki a szakmájában bizonyára a zseniális Ritzel vagy Duvallal egyenrangú. Lassanként tehát senki sem tekintette vitásnak Levin személyét, és úgy dicsérték Brigeront, hogy ezt maga Levin sem csinálná különben. Most hát, kedves Brigeron, hozzon egy üveg vörös bort, és hagyjon magunkra. Parancsolnak térképet? Pontos katonai célokra készült, helyőrségek és időszaki folyók megjelölésével szökéshez nélkülözhetetlen, kérdezte szolgálatkészen a tulajdonos. Ön miből gondolja, hogy szökni akarunk? Kérdezte a Pitman nevű. Akik vörös bort rendelnek és suttogva társalognak, azok szökést terveznek. Más titkunk nem lehet? A kocsmáros leírhatatlan grimasszal mutatott ki az ablakon. Itt! Forró sárga nap égett be kintről. A poros szomorú pálmák koronái, mint ájult fejek lógtak, szinte halódva, és ha vontatott mozgással elindult köztük egy sovány majom, poleső szitált fonnyadó karleveleikről. Odakint az arabok zörögtek tüzes kövekkel, mert ilyenkor sütötték estére a keszrát, messziről a lelépő őrség parancsnokának rövid, nyújtott kommandója hallatszik. Az ivó pálott bűzös levegője szinte repedezik a forróságtól, és millió légy döng. Egy sebekkel borított csontvásszerű vén arab a kenderszívás révületéből olykor fehér szakállát tépdesi, és papagáj hangon rikoltoz. Az ivó hátterében 2 verejtékező, sárga arcú katona kártyázik. A falon egy kerek óra minden fertájkol felhördül, mintha nyomban elütni a negyedet, de azután ismét elhallgat. Rozsdás szerkezete csak emlékszik azokra a régi jó időkre, amiket még pontosan jelzett az ütőmű. Hát nincs igaza a rablónak, aki Levinnél tanulta ki a szakácsmesterséget?
miféle beszélnivalója lehet itt az embernek, amit titok? Kevesebb, mint semmi. Állandóan ugyanaz. Hozza a bort, mondta a Francis nevű álmodozó sápat fiú. Családi ügyről beszélgetünk, nem szökésről. A vendéglős elsietett és visszatért a borral, de azért hozta a térképet. Családi ügyekben is jobban kiismerik magukat katonai térképpel. Iránytűjük remélem van. Minek? Hát valami különös családi ügyhöz szükség lehet rá. Ekkor Leila, az arab démon, kiperdült középre, hogy táncával szórakoztassa a vendégeket. De az egyik kártyázó fogcsikorgatva rákiáltott. Azonnal hagyd abba, kártyázni akarunk, vén poszorkány! Leila, az arab démon, szomorúan visszaült a sarokba. Hogy képzeled, mondta a Francis nevű, akinek álmodozó arca volt. Engem is érdekel, szólt Horz, a köpcös amerikai. Pittman, az angol, előbb megtömte a pipáját, azután a térképet nézegette, végül elégedetten bólintott. Rendben van. Nézzétek meg ti is. Dél, nyugat és kelet felé egy-egy lehetőség kínálkozik a szökésre. Északon előttünk a Szahara. Úgy van, arra nincs út. Az egyetlen lehetőség, hogy valamelyikünk megmeneküljön, ha ma este három ember három felé szökik. Úgy intézzük, hogy csak reggel fedezzék fel. Miért váljunk el, ha eddig együtt küzdöttünk? Kérdezte halkan a sápat Francis. Beszélj világosan a mindenségét a skót csavaros eszednek, szitkozódott a kövér. A helyőrség létszáma 95 ember, mondta Pittman a skót, és megnyomkodta a pipáját. Ezt mi is tudjuk. Az erőd védelmére legalább a legénység felének a falak mögött kell tartózkodnia minden esetben. Ez a szolgálati szabályzat legszigorúbb pontja. Érted már? Értem. Okos, dörmögte Torz, az amerikai. Én nem értem, mondta Francis Berry. Egy üldöző csapat 25 embernél kevesebb nem lehet, magyarázta Pittman. Ezt tudom. 47 embernek az erődben kell maradnia. 25 megy keletre, az egyik után. 25 a másik nyomában, tehát a harmadikat, aki délre megy, senki sem üldözheti, mert nincs több katona Rachmar oázis erődjében, mint 95. Torz nagyot csapott az asztalra. Tiszta dolog! Ha hárman három felé szökünk, akkor egyikre nem jut üldöző csapat. Ez az egy nyugodtan eljuthat egy belga vagy angol gyarmat határára. Hogy ez melyikünk lesz, az tisztára szerencsejáték, amit onnan tud meg az illető, hogy 24 óra múlva sem követik. Ekkor Leila, az arab démon, kilibbent a középre, hogy a vendégeket szórakoztassa táncával. Átkozott boszorkány, üvöltötték egyszerre többen is. Hagyjál kártyázni és inni bennünket! A táncos nő visszalibbent a helyére és pipára gyújtott. És a kettő, akit elfognak? Kérdezte Francis Barré. Hadi törvényszék elé kerülnek. Agyonlövik, vagy sok évi travóforszéra ítélik őket, felelte Torz. De egy kényelmesen megmenekül, mondta Pittman. Az óra reketten felhördült, és csend lett. Csak a millió légy döngött. A három különböző nemzetiségű megállapodott, hárman szöknek, kettőre a biztos elfogatás, egyre a biztos menekülés vár. Mindegyikünk magával visz, amit tud, de ez igen kevés. Ajánlom, hogy minden holminkat már előre ajándékozzuk egymásnak, így az a kettő, akit elfognak, hozzájut a harmadik podgyászához. Miért kerüljön a raktárba? Úgy van. Vendéglős! Monsieur? Tollat tintát? Uraim, a térképen csak ceruzával szabad a családi ügyekre vonatkozó útvonalakat megjelölni. Igen, hát akkor jó lesz maga is, mint tanú. Hozta az írószereket, és a három ember a következő okiratot szerkesztette. Alulírottak minden ingó és ingatlan vagyonunkat, pont-pont-pont barátunkra hagyjuk, akivel együtt töltöttük el az afrikai katonáskodás nehéz éveit. Kelt Rachmar, pont-pont-pont, dátum. Hé, Fonál, gyere ide te is! A Fonál Csúf nevű igen sovány katona volt, és mindig dúdolt. Nem jó kedvében, hanem újaságában. Azt akarjuk, mondta az amerikai Brigeronnak és a hülye Fonálnak, hogy ha valamelyikünk meghal ebben a fészekben, akkor a többi örökölje a holmiát. Kicsoda örökölje? Kérdezte a rabló vezér. Aki életben marad,
Ki marad itt életben? Felelte egy lekicsinlő legyintéssel. Mindegy, maga is Fonál tanúskodnak. Fonál úgy vigyorgott, hogy szája széle szinte elálló nagy füleihez ért két oldalt, és büszkén ismételte. A kis Fonál tanú. Gyerekes módon, sokszor harmadik személyben beszélt önmagáról. A nap lebukott, és a levegő szinte azon nyomban érezhetően hűvösebb lett. Én dél felé megyek, mondta Torz. És te? Kérdezte gavallérosan Pittman, mint egy felajánlva a választás jogát Francis Barrénak. Nem mindegy, kérdezte a francia kissé szomorúan. Én úgysem menekülhetek. Ekkor Leila az arab démon kiperdült a középre, hogy tánccal szórakoztassa a katonákat, de egy eldobott rohamkés hajszára suhant el az arca mellett, és erre duzzogva visszaült a helyére. Éjszakra nem lehet menni? Kérdezte Francis Barré, mert a legkisebb esélyt választotta volna a legszívesebben. Éjszakra a Szahara van előttünk, felelte Pittman. Arra még egy expedíció is nehezen vágná keresztül magát. Takarodó után a három ember lemászott az erőt hátsó falán, megszorították egymás kezét és útnak indultak. Torz délnek, Francis nyugatnak, és Pittman éjszak felé tartott. Egyenesen a Szaharának, amerre szerinte egy expedíció sem vághatja keresztül magát. Sorakozónál kiderült, hogy három ember hiányzik. A hadnagy azonnal megállapította, hogy három tevét loptak az éjszaka. Szökés. Perceken belül tudják, hogy kik a szökevények. A tevenyomok világosak. Az egyik dél, a másik nyugat, a harmadik éjszak felé indult útnak. Mi a véleménye, Monsef? Kérdezte az őrmestert. Csak két üldöző csapatot indíthatunk. Ezek ravasz fickók lehettek. Egyszerű, hadnagy úr. Aki éjszak felé ment, az vagy felfordul, vagy úgysem menekülhet. Tehát egy-egy üldöző csapat indul dél és nyugat felé. A többi az erő létszámából nem telik. Amelyik hamarabb visszatér, az elindul éjszakra és megkeresi a harmadikat. Oui, mon chef. Másnap délben az üldözők elérték Torzt. Az amerikai egy pillanatig úgy érezte, hogy a síkterepen közeledő 25 ember ellen felveheti a harcot egy domb mögül, de azután inkább letett erről. Ha egy lövést tesz, már biztos a halálos ítélet. Megadta magát. Estére a másik csoport beérte Francis Barrét, amikor már a földön feküdt aléltan. A víztömlője lyukas volt. Úgy látszott, hogy nem éri meg a másnapot. Két állat közé erősített hordágyon vitték vissza. Most azután az egyik 30-as csoport sebesen a harmadik után éjszakra indult. Ennek két nap egér útja volt, de a reménytelen szaharai terepen. A nyomai világosan látszottak a homokban. Másnap még mindig a messzeségbe kanyargott előttük a sok apró folt, egy teve patája. Fél napig talán bírja a szomjúságot. Két töblőnél több vizet nem visz a teve. Isten verte skót bendője lehet. Pittmanról tudták, hogy nagyon erős. 50 fok meleg lehetett, és fullasztó por szállongott a sivatag felett. Egy kis légáramlás elég lett volna ahhoz, hogy elfedje az üldöző nyomát, de a szerencse úgy látszott nem kedvez Pittmannak. A fenébe is, krákogott fuldokolva az őrmester. Jól tudja a bitang, hogy nem melekülhet, mégis nyargaltatja az embert. Összetöröm a csontját! A tevenyomok továbbra is csak kullogtak előttük a messzeségbe vonuló dombhullámok mögött, és lassan vérszínűvé változott a nap, szürkült az ég. Ott van! Az egyik katona kinyújtott kézzel a távolba mutatott, ahol egy tarka, hosszúkás fort látszott. Tevés alak lehetett csak. Előre! Vagy nyargalással igyekeztek a dűnéhez, két részre osztva 30 embert, hogy bekerítsék Pittmant, aki a domb mögé sietett. De most megvan. Azonban, amerről Pittman eltűnt, a pokol fogadja az üldözőket. Egy sortűz, egy harci ordítás 100 torokból, rövid tusa. A dombok mögül kirohanó beduinok percek alatt végeztek azzal a néhány katonával, akiket a sortűz megkímélt. Izmínsejk visszatolt a hüvelyébe a hanzsárt. Allah nagy! Egy csapat rumi kutyával többé most a gehenna tüzében. Sejk, lépett elő Pittman a harcosok közül. Azt üzentett, hogy 25 fegyverért eljuttatsz engem az északi nagyvasúthoz. 30 fegyver fekszik előtted a homokban, és sok hasznos tárgy, amilyen a rumiknak van. A sejk egy másodpercig összeráncolt szemmel nézte. Veszélyes pillanat volt. Pittman ezt jól tudta.
Beduin rabló főnök szava nem szentírás. Sejk, mondta még csendesebben. A katonák megtudják majd, hogy én kiszabadultam. És akkor megint segít neked minden légionista szökevény, mert bíznak a szavadban. A sejk megértette. Ha nem ismerte is azt a szót, hogy propaganda, azért tisztában volt a sivatagban szájról szájra kerülő hírek fontosságával. Úgy legyen, ahogy mondtam, hitetlen. Embereim elkísérnek, és kapsz ivóvizet, élelmet, amennyi kell. Egy óra múlva útra kelt 8 tevés arab Pitmannal észak felé. A skót jól tudta, hogy ezzel a segítséggel korán sincs befejezve a menekülés útja. Csak a pillanatnyi pusztulás veszélye múlt el. Melyik a legelső oázis a vasút mentén, kérdezte a mellette ügető tevést. Ogbur. Messze van innen. 2 nap lovaglás ezekkel a fáradt tevékkel, ha nem tartunk nagy pihenőt. Tartunk az ördögöt. Még kicsit se, előre. Te fehér vagy, de az erőd egy beduiné, uram. Ezért csodállak. Este mégis pihentek egy órát. Azután egy teljes napon át erőltették az ügetést, és másnap nagyon távol, mintha eldobott ruhadarab heverne a porban, sötét folt látszott a sivatagban. Az ott Ogbur. Valaki közületek ideadhatná a burnuszát, azt hiszem elég barnára égetett a nap ahhoz, hogy benszülöttnek higgyenek. A hegyek berberei között sok a félvér, azok nem barnábbak nálad, itt a burnusz, uram. Valamelyik közületek bemehetne az oázisba. Jól van, uram, én bemegyek. Ti addig itt táborozzatok le. A sivatag felett pompás díszében ragyogott a mély sötét trópusi ég, és a benszülöttek tüzes köveken sütöttek valamit. Pitman is evett, aztán takaróikba burkolózva lefeküdtek. Az bizonyos volt Pitman előtt, hogy valamennyi rádióállomás megemlékezett már róla, de ahol nincs helyőrség, ott nem kell félnie. Egy arab csendőrrel maga is elbánik. Dermesztő hideg lett éjfél felé, amikor a könnyű por minden kalóriányi felszívott hőt visszasugárzott. Hajnalban fehér dér lepte be a sivatagot, mintha hó esett volna. Már ébredt a nap, amikor a küldött visszatért. Nos? Mindössze 2 gumié van az oázisban. Ezeket baj esetén magad is legyőzheted. És a vasút? A kis vasútháznál egy európai őr van. Mindig részeg. Az arab törzs főnökének megmondtam, hogy te izménseik barátja vagy. Ezekre számíthatsz. Gyűlölik a rumikat, és idáig még nem jutott el minden erejével a légió folytó nagykeze. Ők melletted lesznek. Köszönöm. A nap első sugarai épp hogy megcsillantak az olvadó dér sziporkáin, amikor Pitman elérte a vörösre mázolt pálmatörzset, amelyen egy tábla függött. Ogbur oázis, 200 kilométer. Az őrház közelében minden csendes volt. A vasúti sinek körül néhány kecske legelt. Pitman benyitott az ajtón. Rongyos ember ült az asztalnál. Arca azokra az arizonai, megaszalt emberi fejekre emlékeztetett, amelyeket a dél-amerikai indiánok olyan csodás ügyességgel preparálnak egy felnőtt koponyából ökölnyi nagyságra, hogy a vonások azért felismerhetően megmaradnak. Jó reggelt, köszönt a szökevény. Ezeket hagyjuk, felelt a múmia fejű reket vasúti. Mit akar? Karavánvezető vagyok, Timbuktu felé indult tovább a csapat, és én szeretnék ismét Marrakesbe jutni. Elég bolond. Miért nem ment maga is Timbuktuba? Hol a csodába lehet a pálinka? Rövid keresgélés után megtalálta. Mikor indul a vonat? Kérdezte Pitman, és kezdte elveszíteni a türelmét. A vasutas egy fél halat tett a szájába, hogy kidagadt az arca, és amíg evett, csak a vállát vonogatta. Ember, nem tudja, hogy mikor indul a vonat? Csak azt tudom, mikor érkezik. Hát mikor érkezik? Mikor hogy? Mikor érkezett legutóbb? Hát, ma reggel érkezett egy, de az már tovább ment. És mikor jön a legközelebbi? 2-3 hét, attól függ. Foglaljon helyet. Pitman kétségbe esetten állt. Maga vasutas? Igen, de zenedét is végeztem. A nagybátyám azt akarta, hogy karmester legyek. Ostobaság! Nem ostobaság, csak hiányzik belőlem a hajlam hozzá. Inkább rajzolgattam, így lettem vasutas. Ez hülye, gondolta a skót. A preparált fejű vasutas pálinkát hívott a heringhez,
és vörös szemürege olyan fajta árnyalatú volt, mintha folyton sírna. Nincs semmiféle közlekedés észak felé innen, csak a vasút jár arra. És a madarak például. Hajja, ne dobálózzon itt, na nézd csak. Adjon tisztességes válaszokat. Amíg nem volt itt vasutas, addig is közlekedtek. Mióta indul innen vonat? 2 éve irányítom a forgalmat, azóta csak vonaton járnak az emberek. És azelőtt mi volt? Fagottista egy szalonzenekarnál, de az ital következtében elveszítettem a pontos fúvóképességemet. Beszéljen világosan, mert megjárja. Uram, ha ez nem világos beszéd, akkor mit fog szólni 1 óra múlva? Most 7:15 van, 8:20-kor tök részek leszek, és minden kérdésére népdalokkal felelek. Ezt ilyen pontosan tudja. Vasútnál első a pontosság. 7:30-kor indul egy teljes üveg, ennek csatlakozása van a 8:20-as pálmaborhoz, 9:10-kor befut egy személy. Miféle személy? Egy arab nő személy. Elágazó italkeveréket hoz 2féle pálinkából. 9:45-kor dühöngök. Ezért különös, hogy ebben a nyugodt időszakban nem tart értelmesnek. Ilyenkor még mindenkit felismerek. A 3 testőr Afrikában. Első tekercs, 2. sáv. A zsugorodott fejű ember olyan szemtelenül beszélt, olyan kifejezéstelen, homályos tekintettel is, és tipikus, lárvaszerű arcvonásaival az idül delirium tremensnek, hogy reménytelennek látszott minden további kísérletezés. És én most itt várjak 2 hétig? Erről lebeszélem. Revolver van nálam, és amikor dühöngök, olyankor lövöldözni szoktam. De elhálhat addig ott bent a depóban, ahol mindenféle útépítő holmi van. A nagy ládán jól alhat. Köszönöm. Csak vigyázzon, ha dohányzik, mert dinamit van benne. De ezt majd mind megmagyarázza a másik lakó. Miféle lakó? Egy katonatiszt és a legény. Pitman kezdte rosszul érezni magát. A depóajtó felé pislogott és hátrált. Itt van Ben? Igen, alszik. Nagy megállót építenek a Kongónál. Ő szervezi. Kértem, hogy vetessen fel állomásfőnöknek. Milyen nagyszerű lehet ott, ha ezen a kis állomáson ennyit lehet inni. De nem akar engem. Azt mondja, hogy úgyis elég visszaélés történik, holott szerintem egy Kongó vasút építésénél nem történhet elég visszaélés. Az órára nézett, mert éppen 7:30 volt, kiitta a fél üveg pálinkát. Most menjen, mert rövidesen dalolok, figyelmeztette jóindulatúan a vendégét. Igaza van. Hát viszontlátásra, kedves, hogy is hívják? Vasilics. Vasilics Fedor Emanuel. Anyai ágon a bolgár guncseffékkel állok rokonságban. Kik voltak a bolgár guncseffék? Hagymakereskedők a várna melletti Szalegucs községben. Pitman elindult, de egy hang szólalt meg mögötte. Igazolja magát! A depó ajtajában egy főhadnagy állt, mellette a legénye. Mindketten revolvert fogtak. Pitman egy ugrással az ajtónál volt. Lövés dördült. Utána, ez az! Az angol nagyot kiáltva kibukott a házikóból. Meghalt, vagy sebet kapott. A legény utána sietett. Mit akarnak ettől a jámbor arabtól? Kérdezte hüledezve Vasilics Fedor Emanuel, aki anyai ágon a várna melletti guncseffékkel tartotta a rokonságot. Maga ostoba fráter! Ez olyan arab, mint én! Ön arab? Bocsánat, de úgy tudom, hogy a benszülött nem lehet tiszta légióban. Én sem vagyok arab, és ez sem arab! Nem maga vette fel a táviratot, amelyben közlik, hogy Izmir-sejk hordái lemészároltak egy csapat légionáriust? Ah, és ez a sejk? Ez egy légionárius. És lemészárolták. Hülye! Azt láttam, de ilyesmiért nem kell rálőni valakire. Ez eladta a társait a sejknek, hogy szökhessen. Pitmannak hívják, 71-es közlegény. Mert a fejemet teszem rá, hogy ő az. A legény visszajött, egy tárcát és néhány írást nézegetett. Sürgönyözhet, főhadnagy úr, hogy a körözött Pitman szökés közben megsebesítettük és elfogtuk. Itt vannak az írásai. Ki gondolta volna, dünnyögte Vasilics, hogy ez az egyszerű ember, Pitman, a sejk. És nagyot húzott az italból,
mert az események következtében ennek az üvegnek erős késése volt, és a vasútnál első a pontosság. Az elmondott események után 5 esztendő telt el, és a folytatást illetőleg már rendelkezésünkre áll John Fowler légionárius írói működésének eredménye. John Fowler, akit nagyszámú barátja és elenyészően kevés tisztelője kizárólag Csülök néven ismer, ha írókról csevegnek és a téma kapcsán pofonokra terelődik a szó, 5 esztendővel a fentiek után a légióban teljesített szolgálatot, és már a második könyvét írta. Átadom neki a szót, mivel a történet jobban megfelel írói egyéniségének. Akik kevésre értékelik a szerzőt, azokkal közlöm, hogy igen jó nevű műbírálók szerint John Fowlert még évtizedek múltán is emlegetni fogják. Különösen azok, akiket egy vagy másokból kifolyólag megütött. Második fejezet. Barátaim unszolása ellenére úgy határoztam, hogy megírom ezt a regényemet, az életből merítve. Barátaim ugyanis arra unszoltak, hogy ne foglalkozzam olyasmivel, amihez nem értek. Itt azonban tévednek. Olvasottságom magasan az átlagos söpredék fölé helyez, még ha a látszat esetleg ellene szól is az állításomnak. Amikor első mivel elhagyta a sajtót, fenyegető levelek tömegével kerestek fel tisztelőim. Gazembernek, baromnak, árulónak és besúgónak neveztek. De hát mit várjon az ember manapság tisztelőitől? Ők csak azt nézik, hogy orgazdákat, betörőket és más üzdett barátainkat írásaim kapcsán a rendőrség kérdésekkel zaklatta, de azt elfelejtik, hogy az irodalom nagy és nemes célja éppen az orgazdák és kasszafúrók hű jellemzése, magánéletük feltárása és egyéb hasonló. Tuskó Hopkin, aki alapjában véve nélkülözi azt a lelki finomságot, amelyet a Rokambol szerelme című remek műben csipkésnek nevez a halhatatlan író, azt mondja, ha még egyszer hülyeségeket firkálsz rólam, akkor beverem a fejedet egy karosszék lábával. Mit feleljek erre az alantas hangra? Egy embernek, aki nélkülözi a lelki csipkéket? Én is ott leszek, ezt feleltem, te nagyszájú randa fráter. Ebből a célzásból tisztán láthatta a véleményemet. Tuskó Hopkin legény a talpán, de egyszer már rendre utasították egy teherautó lökhárítóval, hogy az óra tömpe és vörös lett, mint az apró besavanyított paprika. Az igaz, hogy tömzsi, rettenetes a válla és rövid a karja, vastag, mint a rajzfilmekben látható matrózoké, de azt hiszem én elbánnék vele. Senki Alfonz, aki végtelenül hidegvérű és semmivel sem törődik, másképpen fejezte ki véleményét. A könyved nagyon jó, mondta, amikor elolvasta a kéziratot és unott arccal letette. Csak nem elég világos, ami a te személyedet illeti. Igyekeztem őszintén írni magamról, mint a nagyföldrajzkutatók. Igen, igen, hiszen nagyjából kitűnik, hogy milyen fajankó vagy, de mi, akik közelebbről ismerünk, jól tudjuk, hogy sokkal ostobább szoktál lenni. Mit álljak oda vitatkozni ilyennel? Nem szép lelkű ember egyik sem. Ezt meg is mondtam nekik. Mit ért a költői finomságok ihletéhez egy ilyen nagy ló, mint te? És ez az igazság. A török szultán Csúf nevű barátom, aki nem volt velünk a légióban és nagyon szeret levelezni, írt nekem az ügyben. Mindig tudtam, hogy te egy vagy nagy hülye, de hogy ekkora, vagy aztat még én sem tudtam. Elihheted. Rólam te ne firgálj semmid, mert jövök én, és ha megírom te rólad, hogy migget csináltál, akkor jól bezárnak téged. És ettől függetlenül gaphatsz tőlem a fejedre egy nagyod a kőszkazán bizgálóval, ami egy súlyos fémdárty. Ezt én írom genekb, és amit én írok, az nem hazug, mar, hasság, mint amit te írsz régen, régen, regényé, nem gívánt dörlendő, kiváló dizdeleddel teló. Barátaim úrszolása azonban nem akadályozhatott meg abban, hogy újabb regényemet a magam egyszerű, de pompás művészetével ne bocsássam az utókor útjára. Íme. Gyakorlótér. Gáá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  Vigyázz Bálunk! Potrien őrmester, keskeny hegyes bajusza és ugyancsak keskeny szakálla enyhén rezgett.
mi van már megint? Kedves fiaim, kezdte barátságos atyai mosollyal. Egy derék szíjat találtam a kocsma előtt, ahol tegnap három légionárius annyira összeverte azt a 15 átutazó kereskedőt, akik a karavánnal érkeztek. Ezek a légionáriusok sohasem férnek a bőrükbe. A sötétben nem ismerték fel a három katonát, és ezek elszöktek. Ki volt az a három? Lépjenek elő maguktól, az a legokosabb. Ez igaz. Mit kell itt három ember miatt az egész századnak rostogolnia? De senki sem mozdul. Szóval nem jelentkeznek, gúnyolódik nyájas mosolyjal az őrmester. Ha majd a köztársaság elnöke azt kérdezi. Ugyan, kedves Potrien, ki volt az a három katona, aki szétverte azt a karavánt? Mit felelek neki, mi? Nem tudtuk. Azt mondom majd, szerintem Mon President valószínűleg áruhás arab leánykák lehettek, mert a légionáriusok közül senki sem jelentkezett. Hirtelen vészesen felkiáltott, mint akit szíven találtak. Egy közeli fáról néhány bóbiskoló majom fejvesztetten menekült. Ki verekedett ezzel a szíjjal? Ki ütötte ezzel szájon a karaván vezetőt, hogy 8 foga kiesett és fejjel zuhant a teve úsztatóba? Ez kegyetlen egy ütés lehetett. De a garnizon élet valósággal elállatosítja némelyik légionáriust, hogy a jó érzés utolsó szikrája is kialszik benne. Ki verekedett ezzel a derékszíjjal? Csend. Altiszt, nézze végig a derékszíjakat! A szudáni gyalogosok szíja fél hüvelykel szélesebb, és rajtam ilyen van. Ha észreveszi, baj lesz. Még azt fogja mondani, hogy én röpítettem szándékosan a teve úsztatóba azt a kötekedő karavánvezetőt. Pedig igazán nem tudhattam, hogy akkor átesik. Ki tudja sötétben kiszámítani, hogy miért üssön egy derék szíjjal? Különösen miután Tuskó Hopkintól rossz néven vették, hogy egy messzelátót nézegetett, és a műszer később eltűnt. Igazán nem volt helyén való, hogy meggyanúsítsák, mert előzőleg a kezében volt. Mi csak védekeztünk, amikor ránk támadtak, mert az érzékeny lelki Hopkin hozzájuk vágta a hulladékládát. Nézd csak, rikoltja a káplár, hiszen ez egy széles derékszíj. Lépjen ki maga, mákvirág! Kilépek. Miféle szíj ez, makán? Derék. Hülye, milyen derékszíjat visel? Kincstárit. Kisé nehéz fejű voltam, ha a Potriennel társalogtunk. Azt hitte, hogy születetten ostoba vagyok. Ha rájön, hogy kizárólag vele szemben használom ezt a beszédmódot, abból nagy baj lenne. Maga agyalágyult, elaggott krokodil. Azt kérdeztem, hogy honnan vette ezt a derékszíjat? Ez egy szudáni gyalogosé. Igenis. Ez itt a maga szíja? Kérdezte, és vészes nyugalommal feltartotta a gazdátlan holmit. Igen, monséf. Miért nem mondta előbb? Nem kérdezte, monséf. Azt kérdeztem, ki verekedett ezzel a szíjjal? A szíj az enyém, de nem verekedtem vele. Úgy. És ha megkérdezi a köztársaság elnöke, mondja Potrien, hogy kerül egy katona derék szíja önmagától a verekedőkhöz, akkor mit felelek majd, mi? Összecsaptam a bokámat. Azt, hogy a derék szíjak időnként elkószálnak manágyutánt. Kalel! Nem szerette, ha felelek a kérdésére, pedig a katona kötelessége vakon engedelmeskedni. Magáé a szíj? Igen. Kik voltak magával? Hol? A legutóbbi verekedésnél. Az őrmester úr. Én, te gazember! Hui! Utoljára ott Orirnál verekedtem az arabokkal, és az őrmester úr vezetett. Szóval nem mondod meg. Akkor a másik kettő helyett az egész peloton kimenő napját elvonom. Senki Alfonz és Tuskó Hopkin egyszerre léptek ki feszes vigyázban. Mi az? Őrmester úrnak jelentem, mondta Hopkin, mi ketten voltunk ott. Gondolhattam volna. Mindig ez a három. Magukkal elbánok, ezt jegyezzék meg! Potrien sokféle ügyből kifolyólag neheztelt ránk, némi joggal. Elsősorban mindhármunknak becsületrendje volt, és ezt a vitéz első rangú altiszt, mert néhány hibától eltekintve derék katona volt az öreg Potrien, nem tudta elviselni. Végül szörnyen bántotta az a körülmény, hogy híresek és vagyonosak voltunk, mert egy elveszettnek hitt gyémántbánya felkutatásában tevékenyen részt vettünk. Nevünk bejárta a világsajtót, és részesedésünk a gyémántbányából kis vagyont tett ki.
Azért mégis le kellett szolgálnunk a hátralévő időt, és az őrmester sohasem bocsátotta meg, hogy akkoriban sokféle szabályellenes tettünkért nemhogy büntetést kaptunk volna, hanem végül még ki is tüntettek. Mind a három kihallgatásra, és mert nem jelentkeztek azonnal, 5 nap szelülre ajánlom őket. Ez igazságtalanság, én jelentkeztem. Rampé! Természetes, hogy a hadnagy is megtoldotta 5 nappal, és a kapitány sem akart szűkmarkú lenni, úgyhogy végül 2 hét lett az ügyből, pedig ártatlanok voltunk. A karaván belénk kötött. 15 emberből állt a társaság, hát azt hitték, könnyen elbánhatnak 3 katonával, és most persze teli van velük a kórház. De hát mit gyanúsítják Tuskó Hopkint, mert ott volt a depós szekérnél? Akármelyik tevehajcsár ellophatta a látcsövet azzal a sárgatokkal. Nevetséges. Potrien kedves fiú, de kisé nevelni kell, mondta elgondolkozva Senki Alfonz. Le fogjuk szoktatni arról, hogy állandóan velünk foglalkozzék. Csak viszont láthatnám civilben, dörmögte Tuskó Hopkin. Gyertek a kantinba! Szomorúan borosztunk, mert tudtuk, hogy a kellemetlen, piszkos, sötét zárka vár ránk. Nem is beszélgettünk. Senki Alfonz olvasott. Tuskó Hopkin egy látcsövet ajánlott eladásra a kantírosnak, de a szép sárga tokja nélkül, mert abban a szivarjait akarta tartani. Erődünk az Atlasz keleti lejtőjének kulcserődje volt. Kis fellegvár, elég jó éghajlati viszonyokkal. Néha kissé hideg volt, de por, malária, 45 fokos meleg nem fordult elő. Szóval kitűnő beosztásnak számított. Harc semmi, szolgálat könnyű. Jutalmul helyezte ide századunkat a kormánybiztos a sikeres szenegáliai kiküldetés után. Ebben a jutalomban nem kis része volt annak a 3 embernek, akiket Potrine igazságtalan üldözéseivel keserített. Ezt csak azért bocsátom előre, hogy ne tartsanak bosszúállónak bennünket azért, ami később történt az irányban, hogy Potrien figyelmét eltereljük magunkról. Egy újabb esemény további elkeseredést váltott ki belőlünk. 2 hetenként érkezett a posta. Kihallgatáson jelentettük, hogy megkezdjük a szelülbüntetést, utána az irodában álltunk. Az altiszt mormolta a neveket, és az őrmester valamennyit bejegyezte egy könyvbe. Erment Harz. Tuskó Hopkin előlépett. Erment Harz néven ugyanis ő szolgált a légióban. Hogy miért szolgált ő egyáltalán a légióban, és hogy jutott a Harz névhez, erre nyomban rátérünk. Most azonban a levél ügye fontos. Hopkin tehát kinyújtotta a kezét, hogy átvegye a postáját. Mit mászkál itt? Rivalt rá Potvinyen. A szelülbüntetéssel postaelvolás is együtt jár. Még nem kezdtem meg, monséf, mondta sápadtan Hopkin. Takarodjon maga pávián, mert kiköttetem. Maguk is gyerünk! Leforrázva bandukoltunk az udvaron át. Nincs keservesebb büntetés Afrikában, mintha a postát elvonják. A várva várt levelet. Azt mondta, hogy pávián, dörmögte fogcsikorgatva Tuskó Hopkin. Úgy látszik, nem tetszem neki. Köpcös barátunk, akinek matróz korából megmaradt kissé ingadozó járása, ezért a sértésért haragudott a legjobban. Az úri egyéniségű Senki Alfonz szokott hidegvérrel vette tudomásul az újabb inzultust. Cigarettára gyújtott, halkan fütyült, majd ismét csak ennyit mondott. Az öreg Potrien elvonók urának vetjük alá. Ne kell szoknia arról, hogy velünk törődjék. Közben a börtönhöz értünk, és jelentkeztünk az őrségen. A falnál néhány letámasztott fegyver állt. Az őrség unatkozva üldögélt vagy hevert a padokon, 2 malmoztak. Az altiszt írt. Egy széken ott hevert az oldal fegyvere. Előálltunk. 2 hét szelülre jelentkezik a 9-es, 21-es és a 71-es közlegény. Na ezt jól csináltátok, mondta némi részvéttel az őrparancsnok altiszt. Mit akar tőletek, Potrien? Kérdezte a másik, miközben felületesen átnézte a zsebeinket. Közben Tuskó Hopkin véletlenül feldöntött egy széket. Az oldalfegyver és néhány mappa a földre hullott. Segítettünk felszedni. Na, előre! Mentünk a foglárral. A szelülben már volt valaki. Az öreg Levin. Tudtuk róla, hogy itt van, de nem ismertük. Amikor mi idejöttünk, ő már ült. A 10. évét szolgálta, mint közlegény. Jó katona volt Levin, időnként azonban megvadult. Pénzt lopott valahonnan, ha másképp nem ment, betört, vagy esetleg leütött valakit az utcán, mindegy. Pénzt kellett neki, és elszökött. De csak az első városig. Ott leült egy jó vendéglőbe,
Telehette magát finom ételekkel, sült hússal és krémes süteménnyel. Esetleg kesztenyepürét és török mézet rendelt, ami két igen előkelő étel. Az ilyet tudom, mert valamikor sokat forogtam úri társaságban. Na, aztán jelentkezett a legközelebbi őrségem, és várta a büntetését. Nagyon sokáig semmi baj nem volt vele, azután újra megtörtént. Pénzszerzés, szökés, evés. Időnként oldhatatlan szenvedéllyel úri falatokat kívánt, mint az álmok futó a vért és a futást. Így azután 10. éve szolgálta az 5 esztendőt, mert a büntetés nem számít bele a kötelező időbe. Most éppen egy transportot várt északról, hogy elvigyék Igoriba, ahol rabok és benszülöttek a Kongó melletti vasutat építik. Épp 1 héttel ezelőtt fogta el a krémes vész, vagy a kotletveszettség, mindegy, hogy hívjuk. Ellopott 1000 frankot az ezredpénztárból, és Enszefrában leette magát a sárga földig. Illetve most az egyszer elfogták evés közben. Levin dühötten védekezett, mert éhes volt még. Utolsó leheletig védte a pulyka hátulját, és úgy kellett erőszakkal kisavarni a kezéből a palacsintát. 3 évi kényszermunkát kapott. Most Igoriba viszik majd, ha erre jön a rabtransport északról, de ez úgy látszik nem izgatja. Bágyat, pegyhűt, réveteg a szeme, alsó ajka lehull, barna vásott fogairól, mint egy rongyos vastag függöny. Nőiesen puha, nagy kezében egy cigarettát fog lazán, és duzzadt, kürtő orrán olykor idegesen megrándul a bőr, mint a kutyának hagy légyszárá. Hoztak magukkal cigarettát? Kérdezte fáradt, mélyreket hangon. Igen. Cigarettát az ember a sapkájában vitt magával, és ha csak nem utálták valamiért az őrségen, bizonyos lehetett benne, hogy a sapkájáról megfeledkeznek, amikor az altiszt kiüríti a zsebeit. Adtunk a raptársnak néhány kaparált. Köszönöm. Hozzanak be valahogy egy kis halat holnap. Péntek van, és így csak levest kapok, mondta olyan hangon, mint aki a sivatagban egy ital vízért esdekel. Annyira szereti a halat. Nagyon. A hal a legfinomabb étel a világon. Még ezt a rossz főztet is megeszem belőle, amit itt adnak. Pedig lisztben rántják ki. És nem abban kell? Csodálkozott Hopkin. Levin gúnyosan mosolygott. Mélységes megvetés ült az arcán, mintha azt mondaná, minek él az ilyen ember. Végül lenézően odavetette. Természetesen zsemle morzsában. De nem azt a kispolgári gazságot értem alatta, hogy alantas kenyértöredéket megszállítunk a kamrában, zsákba kötve, és megborzadt, hanem friss péksütemény zsírtalanul nyílt láng felett teljesen átsütünk, majd megreszeljük. Úgy látom, szakember, fejezte ki elismerését senki Alfonz. Levin vagyok, vetette oda egy vértanú drámai önmegvetésével, mint aki bizonyosabban, hogy mi is elszörnyedünk-e név hallatára. De egyikünk sem tudta, hogy kicsoda volt polgári életében ez a Levin. Megkérdezni nem mertük, ha már olyan gőggel közölte, talán fájna neki a tájékozatlanságunk egy nagy nevet illetően. Csak ugyan, érdeklődött ravaszan Tuskó Hopkin, mert mégis szerette volna tudni fegyvertársunk hírességének az okát. Ön Levin lenne a híres A toprongyos veterán hősi önmegtartóztatással, kulisszaharsogtató öngunnyal igen bólintott. Az vagyok, a nagy Levin. És most már mindent tudnak. Semmit sem tudtunk. Csak kérem önöket, hogy vallomásom maradjon köztünk. Őszintén bevallom, mondtam később, én nem tudom, hogy ki volt ön, kedves Levin. Csak csúfoljon. Higgy el, elég. Ön nagyon jól tudja, ki vagyok. De tessék, üzzön gúnyt belőlem, ha ez mulattatja. És elfordult. Mit lehet itt tenni? A foglár hozta a húslevest, mi nem kaptunk belőle mócsingot, csak néhány csipetke és karalábé darab úszkált benne. Azt mondom, ne cigarettázzatok, mert az altiszt ma nem ismert réfát, mondja jóindulatúan az őr. Eltűnt az oldal fegyvere. Hogy lehet az? Azt mondja, a széken volt az íróasztal mellett, de hát ez nem valószínű. Kilopná el egy altiszt oldal fegyverét, és miért? Ez csak ugyan elképzelhetetlen. Mondd meg az altisztnek, vetette oda Tuskó, hogyha akarja, én megtalálom az oldal fegyverét. Tán tudod, hogy hol van? Ide hallgass, Torsz, mondta Hopkin légionárius nevét.
Ez az ügy nem tréfa. Este kihallgatás lesz, és ha a szegény káplárnak nincs meg a fegyvere, akkor megjárja. Talán láttad valahol? Azt nem, de artista voltam, szellemeket idéztem, trapézon és lovon. Minden elrejtett tárgyat megtalálok, ha izébe esek. Transzba, szólt senki Alfonz. Igen, ezt mondd meg neki, és közlöm, hogy hol az oldalfegyvere, ha transzba esek. Ami jó esfajta betegség, mint a nyavajatörés, de talált tárgyakhoz jut általa az ember. Miután az őr kiment, ráförmettünk a köpcsösre. Mit kezd el az artisztel? Azt akarod, hogy az alapfogdát takarítsuk? Hopkin kissé sértődötten nézett ránk. Nem hiszitek, hogy valaha cirkuszban dolgoztam? Egyáltalán nem hiszük, hogy valaha dolgoztál. Felelte neki senki Alfonz nyomban, és milyen igaza volt. De már is jött az őrparancsnok. Ki az a pajáca, aki azt mondja, hogy az oldalfegyveremet megtalálja? Én voltam, mankaporál. Miféle hülyeség ez, Tarz? Nem hülyeség, ha jó kedvem van, akkor megtalálom a háztetőre dugott gombostűt is. Ide hallgasson. Ha viccelni merészelt velem. Az őrparancsnok egész sápat volt, kincstári holmi elvesztése, különösen ha fegyverről volt szó, hát főben járó vétség. Mehet a Szaharába a rohamosokhoz, ha estig nincs meg az oldalfegyver. Nem viccelek. Hát akkor kerítsd elő. Ha valami örömet érzek, akkor abba az izébe esek, abba, amit a senki is tud. De most szomorú vagyok, mert a levelem ott fekszik az ezred postafiókjában, és az őrmester nem adja ki. Ha a káplár úr lehozná a levelet, én azonnal mindenféle epilepsziába esnék az örömtől, és megvolna az oldalfegyver. Elhozzak egy levelet az irodából? Hördült fel az altiszt. Ha elolvastam, leragasztjuk, és a káplár úr visszateszi. Te figyelmeztetlek, hogyha becsapsz. Ne is adja oda a levelet, amíg nincs meg az oldalfegyver. Állj! A káplár könnyűszerrel hozzájutott a levélhez, és visszatért. Mivel Tuskó Hopkin ragaszkodott a segítségünkhöz, különben nem bírt volna transzba esni, rövidesen ott álltunk vele együtt hárman az őrszobában. Kérek egy pár lázott széket, mondta először a köpcös, és lehúnyta a szemét. Hoztak neki egy megfelelő széket. Erre teleszívta a tüdejét levegővel, mint aki a búvárúszáshoz készül. Nehéz lesz, mondta azután szomorúan, és segélykérően körülnézett. Egy szivart adjon valaki. Később még egy párnát kért, gombterhelt arccal dohányzott, és időnként sóhajtott. Az altisztet a guta kerülgette idegességében, nekem is viszketett a tenyerem. Egy ember menjen végig az udvar jobb oldalán a keramiton, egy másik nézze meg a kantin mögötti konyhakertet. Arra nem is jártam. Tegyék, amit mondok, felelte, s rekettes hangját még érdesebbé tompította. Azután egy liter vörös bort kért, és senki Alfonzot felküldte a háztetőre. Egy pillanatig úgy látszott, hogy Alfonz pofon üti a médiumot, aztán mégis ment. Közben hozták a liter vörös bort. Hopkin egyhajtásra kiitta. Azt hiszem, Torz, én kiköttetem magát, ha bolondot csinál belőlem, mondta halálsápottan az altiszt. Türelem, káplár úr, nézze meg a hálóteremben az ágya feletti polcon. Ott biztos nincs. Kérem, tegyék, amit mondok, szólt siránkozva és türelmetlenül, aztán bezárhat, ha nincs meg az oldalfegyver.